Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Weihnachtsstimmung in Jing. Nationalitätenstipendiaten des Gymnasiums nehmen am Kulturleben aktiv teil. Rückblick. Wichtigste Ereignisse im Leben der Ungarndeutschen im Jahre 2021. Ungarndeutscher Lehrpfad. Pechwa und seine Umgebung wird vorgestellt. Bewahrung deutscher Lieder, Dienst der Kirche, der Goldene Rosmarin-Preisträger Intermelodie-Chor stellt sich vor. Im Jinka, Tolnai-Lajos-Gymnasium, sind die gemeinsam erlebten feierlichen Momente wichtig. Obwohl die diesjährigen Weihnachten nicht gemeinsam gefeiert werden konnten, ist es gelungen, mit Hilfe einer schönen Videoaufnahme jede Klasse in festliche Stimmung zu versetzen. Von den Schülern, die an den gemeinsamen Veranstaltungen im Kulturleben der Nationalität und bei der Pflege der Traditionen aktiv mitwirken, können jedes Jahr zwei das Nationalitätenstipendium erhalten. Das von der Ministerpräsidentenkanzlei im Jahre 2011 gegründete Stipendium wird in Jing seit 2014 immer zwei Elfklässlern zuerkannt. A Gyönki Tolnai Lajos Gymnázium Tolna megye legrégebbi gimnáziuma és egyben a német nemzetiségi oktatás elismert intézménye. Az iskola életében fontos szerepet játszanak a közösen átélt ünnepi pillanatok. Minden évben készülnek karácsonyi rendezvénnyel, és mivel idén a járvány miatt nem tudtak közösen ünnepelni, videón nézhette meg minden osztály a 9-esek karácsonyi műsorát. Ez Tolna megye, ugye erre mindig nagyon büszkék vagyunk, hogy legrégebbi gimnáziuma, és amióta a gimnázium működik, azóta a karácsonyi műsor megszervezése is napirenden van. Egyébként nagyon színvonalas és nagyon szuper műsorokat raknak össze a kollégák és a gyerekek is. Hát sajnos az elmúlt évben, a tavalyi évben ez nem jöhetett létre, hiszen akkor a digitális munkarendben voltak a kollégák is, illetve a tanulók is. Ebben az évben is megpróbáltuk úgy megoldani, tehát 2021-ben is, hogy a vírus helyzetnek megfelelő szabályozást, törvényi szabályozást maximálisan betartva egy videóanyaggal készült a 9. osztály. Ők az új bejövő gyerekeink, és a Szeglete Zsuzsa osztályfőnök vezetésével egy nagyon jó kis videós karácsonyi műsort vettek föl. Ennek egyébként az volt a célja, hogy karácsonyozzunk. Sok gyereknek egyébként ez nagyon fontos, hiszen van, aki otthon nem engedheti ezt meg magának, vagy olyan családi környezetből származik, esetleg állami gondozásból jött, hogy ott egészen mások a karácsonyi ünnepnek a hangulatai, mint mondjuk itt egy iskolában, és ezért nekik is próbálnánk egy kis pluszt adni ebben a dologban. Ez természetesen a kollégiumban szintén ugyanígy van. Szép jel, szép csillag, szép napunk támad, szép napunk támad. Évente a gimnázium 2/14 évfolyamos tanulója részesülhet a miniszterelnökség által 2011-ben alapított nemzetiségi ösztöndíjban. Az ösztöndíjat 20 hónapon át 30 ezer forintot a hagyományápolásban és a nemzetiség kulturális életében aktívan résztvevő, kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákoknak ítélik oda. Az elmúlt év és az idei év egy-egy díjazottja arról mesélt, hogy mit hozott számukra a 2021-es év, és mit várnak 2022-től. A 11. A német nemzetiségi tagozatára járok, ahol magas óraszámban tanuljuk a német nyelvet és a német népismeretet. A népismeret órákon a hagyományok ápolásával és a német nemzetiség történetével foglalkozunk. Az utóbbi időben sok karácsonyi dalt ismerhettünk meg, az ételek megismerésével foglalkozunk. Ősszel a Schwab Baba kiállításon is részt vettünk a művelődési házban, ahol a megnyitón egy német verset mondtam.
További kisebbségi rendezvényeken is szerepeltem már itt Gyönkön. Az Einsteinben német és magyar nyelvű cikkeket is szoktam írni, és részben ezekért a tevékenységekért idén én is az ösztöndíjas tanulók között lehetek. Idén az ÖSD középfokú nyelvvizsga a célom, a jövő tanévben pedig német emelt szintű érettségit szeretnék tenni. 12 a német nemzetiségi kétnyelvű tagozatára járok. Ez a tagozat azért megfelelő a diákok számára, mert a németet magas óraszámban tanuljuk. Tantárgyakat tanulunk németül, mint például történelem, biológia, német irodalom. Ezek az órák segítenek abban, hogy minél több és nagyobb szókincsünk legyen. Iskolánkban fontos a hagyományápolás. Szeptemberben a német tagozatos osztályok ellátogathattak Szentendrére, a Skanzenbe, ahol múzeumpedagógiai órákon vehettünk részt. A II. Világháború utáni ki- és betelepítésről volt szó. Novemberben Mártonnapot szerveztünk az iskolában. Ez egy versenyes és állomásos vetélkedő volt, ahol hölgyészről, az általános iskolából, illetve a gimnáziumból vettünk részt. Én is nemzetiségi ösztöndíjas vagyok, ennek az ösztöndíjnak nagyon örülök, és ez nagy megtiszteltetés számomra. Az ösztöndíjból finanszíroztam a jogosítványom egy részét, illetve a továbbtanulásom finanszírozásában is nagy szerepet játszik. Idén szeretnék DSD felsőfokú nyelvvizsgát tenni, illetve tavasszal pedig emelt szintű német érettségit. A nemzetiségi kultúra megmaradása a fiatalok kezében van. Egyre inkább az oktatási intézmények feladatává válik, hogy erősítsék a nemzetiségi gyökereket. Ehhez nagy segítséget nyújtanak a nemzetiségi támogatások és ösztöndíjak is. Das Jahr 2021 hat sowohl die ungarn-deutschen Gemeinschaften als auch die Nationalitäten-Selbstverwaltungen vor große Schwierigkeiten gestellt. Alte schwäbische Traditionen, Gemeindepartnerschaften, eben erstgeborene Veranstaltungen sind nur sehr schwer digital zu pflegen. Die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen hat auch in dieser außerordentlichen Zeit ernste Arbeit geleistet. Eine Reihe von Investitionen und Sanierungen, zahlreiche erfolgreiche Programme konnten im vergangenen Jahr verwirklicht werden. Die wichtigste Aufgabe für 2022 steht auch fest: eine erfolgreiche Vorbereitung für die Parlamentswahl. Das Jahr 2021 stellte auch das Ungarndeutschtum vor große Schwierigkeiten. Um das Gemeinschaftsleben aufrechtzuerhalten, mussten neue Methoden geschaffen werden. Dr. Michael Josan Lierling, Internist und Kardiologe, Mitglied der Vollversammlung und Beirat für soziale Angelegenheiten der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen sowie Vorstandsvorsitzender des Verbandes Deutscher Nationalitäten-Selbstverwaltungen im Komitat Tolnau, blickt auf die Ereignisse des vergangenen Jahres zurück. Das Jahr 2021 war ein sehr hartes Jahr für jeden, nicht nur für den Ungarndeutschen, sondern für ganz Ungarn und natürlich für ganz Europa. Es gibt eine Pandemie der Welt und jeden hat diese Pandemie getroffen. Einige sind von uns gegangen. Also es gibt Mitglieder von der ungarndeutschen Seite, die von dieser Pandemie tödlich getroffen wurden. Ich möchte nur also einige Namen erwähnen. Michael Szendrei, Sauer Szendrei, der in dieser Krankheit von uns gegangen ist. Und Ernő Hós von Tolna, der ist auch in diesem Jahr gestorben. Und natürlich, die Seuche hat viel, viel Probleme in unserem Leben, auch wie im anderen Bereich des Landes verursacht. Die geübte Zusammenkommen im kulturellen Leben, bei den Tanzgruppen, Chören, ist es viel, viel härter geworden. Und natürlich hat man neue Methoden lernen müssen, wie man die Leute oder unsere Leute, die deutsche Selbstverwaltungen,
zusammenhält, mit, natürlich mit Rat und natürlich manchmal mit Tat. So war also dieses Jahr. Natürlich persönlich war für mich es auch nicht so ganz einfach, weil ich als Arzt auch große Herausforderungen gehabt habe. Zum Beispiel also im Jänner ist die große sogenannte Impfaktion begonnen und natürlich dort musste ich und natürlich habe ich es sehr gerne gemacht. Auch im Jahre 2022 warten große Herausforderungen auf die Ungarndeutschen, von denen die wichtigste Aufgabe die erfolgreiche Vorbereitung auf die Parlamentswahl ist. Im Leben der Ungarndeutschen haben wir uns natürlich, es gibt große Herausforderungen. Im Jahr 2022 möchten wir, das ist das Wichtigste, noch im April uns vorbereiten auf die Parlamentswahlen. Vor 4 Jahren haben wir einen großen Erfolg gehabt. Die ungarndeutsche Landesliste hat ein Mandat bekommen durch Wahlen, natürlich nicht als Geschenk. Und darauf möchten wir uns wieder vorbereiten. Unser Parlamentsabgeordneter, nämlich der Herr Emmerich Ritter von Budaörsch, hat eine sehr gute Arbeit geleistet im politischen Vertreten der Ungarndeutschen. Die deutsche Landesselbstverwaltung in Budapest hat auch sehr viel in diesen harten Zeiten gearbeitet. Institutionen haben wir übernommen. Es gibt ein großes Netz von Schulen, Kindergarten und so weiter und so fort. Das ist auch keine leichte Aufgabe. Und natürlich unsere Vorsitzenderin, Ibuja Engländer-Rock, hat auch in diesen speziellen Zeiten und Möglichkeiten eine sehr große Arbeit geleistet. Natürlich, sie hat auch ein junges Team und natürlich gibt es, das sage ich in Klammern, solche ältere Herren, die Rat geben, wenn sie gefördert sind, dann machen wir das sehr gerne. Und natürlich das Leben der Ungarndeutschen hoffentlich wieder sich normalisiert. Das bedeutet sehr wichtige Sachen, weil digital kann man ungarndeutsche, alte schwäbische Traditionen sehr, sehr, so nicht leicht pflegen. Natürlich, die Zeiten, die ändern sich und natürlich dazu muss man sich auch anpassen. Aus einem Gespräch am Jahresende dürfen die Glückwünsche für das neue Jahr auch nicht fehlen. Natürlich wünsche ich, also dass ein besseres Jahr, was vor uns steht, und natürlich Ausdauer, viel Erfolg, gute Gesundheit. Und ich meine, also wenn ich es von anderen Politikerinnen auslehnen kann, also wir Ungarndeutschen hier im Komitat Tolna und natürlich in der Branau und Somodai auch, wir schaffen es. 7 Stationen stellen Geschichte, Bevölkerung und Legenden von Pecsua und der benachbarten Dörfer auf dem neuesten ungarndeutschen Lehrpfad vor. Auf der Einweihungsfeier wurden neben anderen von der Vorsitzenden der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, Frau Ibuja Hock-Engländer, sowie vom Parlamentsabgeordneten der Region, Ministerialbeauftragten János Hargitay Begrüßungsreden gehalten. A magyarországi németek országos önkormányzata kezdeményezte, és a Németországi Szövetségi Köztársaság belügyminisztériumának támogatásával valósítja meg a német nemzetiségi tanösvényhálózat létrehozását. A néhány száz méter hosszú tematikus utak rendkívül népszerűek, és egyre több település vállalja helyi értékei bemutatását tanösvénytáblákon, interaktív elemeken és kísérőfüzetek segítségével egyfajta látványosságként. A pécsváradi német nemzetiségi tanösvényt
karácsony előtt adták át a nagy közönségnek. Egyrészt látványosság, igen, de egyébként egy identitás megőrző momentum. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata kezdeményezésére indult 2016-ban. Most már tanösvény mozgalomnak is hívjuk. Az eredeti ötlet az onnan indult, hogy az Országos Önkormányzat kidolgozott egy oktatási nevelési stratégiát, és annak kapcsán gondolkodtunk azon, hogy mi lenne az, ami azt mutatná be, hogy egy adott településen a németség élete hogy alakult, illetve hogy lehet azt bemutatni, hogy a fiataloktól az idősebbekig mindenki részesül ebben a, hát nem csak látványosságban, hanem a munkában is, amikor felállítják ezt a tanösvényt. És akkor a Német Belügyminisztérium támogatásra érdemesnek találta a projektünket, és azóta ők támogatják, évente 2, illetve volt már, hogy 3 tanösvény is alakult, és tulajdonképpen kultúra megőrző, ez a legfontosabb eleme, amellett, hogy aztán nyilván turisztikai látványosság is, de az is arra hívja fel a figyelmet, hogy az adott településen évszázadok óta német nemzetiség él. Fontos számunkra az, hogy az adott település németségét mutassa be mindig a tanösvény, tehát nem klisét, nem általánosságokat, hanem kimondottan, ami arra a településre jellemző. Egy vidéki kisváros, ez a címe a pécsváradi német tanösvénynek. A települést azt teszi egyedivé, hogy a helyi németség nem homogén, hiszen több mint 800 éve létezik, és újra hatással voltak rá az újonnan betelepültek. Pécsváradon tudom elmondani, és azt tudatosítani mindenkibe, aki most minket néz, hogy a hazai németek ugyan tömegesen a török világ után érkeztek, de Pécsvárad a bizonyítéka annak, amit szintén mindig hangsúlyozok, hogy az egész magyar államiság kezdete óta a német ajkúak együtt érnek a magyar ajkúakkal. Ugye Pécsen itt már az államatapítás időszakában létrejön a bencés monostor, ami akkor egy hiteles hely volt. Magyar mostani fogalmak szerint azt mondhatnám, hogy a térségnek ez volt a gazdasági és a közigazgatási központja. Amikor István elkezdi az államszervezést, vagy folytatja apjának az államszervezését, akkor olyanokra épít, akiknek ebbe tudásuk van. És ezek általában nyugatról németül beszélők, német nyelvterületről érkezők voltak, és ők már Pécsvárad térségében akkor megtelepedtek, tehát körülbelül jó 1000 évvel ezelőtt. Ez a hely az ezért fontos, mert itt lehet tudatosítani azt, hogy az államiság kezdete óta a hazai németek a magyarokkal együtt élnek, és építik ezt az országot, ez nagyon fontos. Pécsváradon a német nemzetiségi tanösvény a városban működő intézmények és civil szervezetek összefogásával, valamint önkéntesek munkája révén valósult meg. Ez volt számunkra az elsődleges cél, hogy egy kicsit összefogjuk a közösséget, kicsit megmozgassuk, előássuk azokat az emlékeket, amiket lehet, hogy csak családi eseményként őriznek, de tulajdonképpen az egész közösség számára példaként szolgálhatnak, vagy legalábbis érdemes megőrizni. Nagyon-nagyon sok fényképet, fotót, történetet, javaslatot, inspirációt kaptunk a helyi lakosoktól. Van ugye Pécsváradon egy német barátsági egyesület, a Német Klub, mi csak így emlegetjük magunk között, és az egy nagyon jó forrás volt az, vagy egy olyan közösség, ahonnan tényleg, tehát ahol közvetlenül meg tudtuk szólítani az embereket. 7 állomása van a tanösvényünknek. Alapvetően azokat az okokat és eseményeket gyűjtöttük össze, amiért tartósan vagy csak ideglenesen németek és természetesen más nemzetiségűek is érkeztek Pécsváradra, és ezeket különböző installációs elemek egészítik ki, ahol egy kicsit memóriatáblával lehet játszani, van, ahol hanganyagot lehet meghallgatni, tehát egy zene szólal meg, van, ahol egy óriási térképen lehet nyomon követni, hogy honnan kerültek Pécsváradra a mai itt élő német nemzetiségű családok, illetve minden táblánkon van egy QR-kóddal elérhető hanganyag, ahol viszont személyes történeteket lehet német, illetve magyar nyelven meghallgatni. Lehet, hogy nem ezt kellene elsősorban kiemelni, de én alapvetően a pécsváradiaknak szánom, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ismerettel, tapasztalattal, történettel gazdagodhatnak, hogyha alaposan végigjárják, és abban bízom, hogy ez további inspirációt ad arra, hogy érdemes ezeket a kis családi történeteket megörökíteni és megőrizni a jövő számára, de nagyon nagy szeretettel várunk közelről, távolról mindenkit, akit érdekel a tematika, vagy egyszerűen csak turistaként látogat a mi városunk.
Pécsváradon a helyi németség nyelvjárása, viselete, hagyományai nem egységesek, és sosem voltak azok. A helyi élet meghatározó szereplői voltak a kézművesek és a hivatalnokok, és Pécsvárad kistérségi központként mindig is jelentős hatással volt a környező falvakra, miközben azok is folyamatosan alakították magát a kisvárost. A tanösvény tematikáját ezek a jellegzetességek adják. Minden, ami Pécsváradon történt, az hatással volt a zengő aljára, a zengő környékére is. Der Surgecina in der Melodie Chor wurde 1991 gegründet. Sein Hauptziel ist, die deutschen schwäbischen Volkslieder zu sammeln, weiter zu vererben und zu bewahren. Über ihren Auftritten hinaus leiten sie oft deutschsprachigen kirchlichen Dienst in Kirchen der Diözese zu besonderen Anlässen. Der Chor wurde mehrmals mit dem Goldenen Rosmarinpreis ausgezeichnet. Auf der letzten Probe im Jahr 2021 wurde auf einen Weihnachtsdienst geübt. Az éjféli misére készül éppen a Szederkényi Intermelodi énekegyüttes, akik megannyi fesztivális kórus találkozó állandó fellépői. A többszörös aranyrozmaring díjas énekkar legfőképpen szederkényi sváb népdalokat dolgoz fel és tűzműsorra, de templomi szolgálatot is végez. Az édesanyám oldaláról teljes egészében, az édesapám oldaláról félig német származású vagyok, de mivel az édesanyám szederkényi, így az anyai nagyszülők és ez a család volt az, amiben többet töltöttem, tehát így a sváb hagyományok azért közel álltak hozzám, és ez az, amiben bele nevelkedtem. Én 2006-ban kezdtem az énekegyüttesben énekelni. Korábban énekzenetagozatos gimnáziumba jártam, és arra aztán már nem jutott időm, viszont itt a településen ugye működött az énekkar, és mindenképp szerettem volna tovább folytatni az éneklést, és akkor így 2006-ban csatlakoztam az énekkarhoz, ami aztán 2008-ban az akkori karnagyunk egy hónapra külföldre utazott, hát ez az egy hónap azóta is tart, úgyhogy azóta így én dirigálom az énekkart. Hát az énekkar és a szereplések terén is azért érezhető volt, ugye ez a koronavírusos időszak, nagyon kevés szereplés adódott, a nyári időszak azért egy picit sűrűbb volt, ott igyekeztünk kihasználni minden lehetőséget, hogy kicsit színpadra léphessünk, meg hát a környező települések is nyilván igyekeztek a rendezvényeiket megtartani, így ott akkor volt néhány szereplés, sajnos most az ősszel, illetve most az adventi időben minden szereplést le kellett mondani, mi magunk sem tartottuk meg a hagyományos adventi hangversenyünket, úgyhogy ez így sajnálatos, szomorú, hogy így alakul. Most így ebben a negyedik hullám időszakában tartottuk végig az énekpróbákat. Amikor kezdődött ez a pandémia, akkor sajnos az énekpróbák is szüneteltettek hosszú ideig. Én ízig-vérig német származású vagyok, mindkét félről, a férjem is, és hát a gyerekek, a fiam szintén a nemzetiségi tagozaton végzett, a lányom itt több mint 10 évig táncolt a német együttesbe, táncegyüttesbe. Hát a legfiatalabb egy kicsit messzebb gurult a fájától, de ő is tanult németet, és kint dolgozott most pár évig. Alapító tagok között vagyok, és hát mindig is érdekelt. Én is a Löveibe jártam, itt is
az iskolába kezdetektől otthonról is hoztam a nemzetiségi tudatot és ezt a hovatartozást, és nagyon örültem, amikor Szedergényben végre megalakult egy német nyelvű énekkar, és örömmel csatlakoztam, hogy ezeket a régi dalokat tényleg megmentsük és átörökítsük saját kis családunknak is. ...1994-5 óta vagyok a csapatban, mint harmonikás. Hát nekem a fél családom szinte. A mi családunk az lehet mondani, hogy 110%-ig anyai-apai részről, mind a két részről teljesen svábok vagyunk. Hagyományokat próbáljuk tartani, amennyire lehet. Kis boldogasszony napjához kapcsolódva minden évben megrendezik a Mária Gyűdik egyhelyen a magyarországi németek főbúcsúját. 2021-ben augusztus 29-én gyűltek össze a népviseletbe öltözött német nemzetiségű hívők, hogy együtt ünnepeljenek. A főbúcsú liturgikus eseményét az Intermelodi énekegyüttes és a Villányi Ifjúsági Fúvós zenekar kísérte. Ich bedanke mich für Ihre heutige Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.